segítség, ahol szükség van erre természetesen, és ahol pedig nincs szükség, ott pedig ugye együtt egy olyan nemzetépítést hajtsanak végre, amire végül is a választók felhatalmaztak minket. Tehát összességében a javaslatom az, hogy inkább az elszámoltatás végrehajtásával foglalkozzanak, de a jelenlegi törvény keretei között. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Kis Sándor képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, nem akartam hozzászólni, csak itt én úgy látom, hogy a kormány többséget kimondva, kimondatlanul az a vád éri, hogy ezáltal a törvénymódosítás által ne talán a saját ügyvédeiket vagy ügyvéd kollégáikat juttathatnák előnybe. Nekem ezt sugalmazta a Göndör képviselőtársam hozzászólása is. Én azt javasolnám a kormány többségnek, hogy tegyen egy olyan módosító javaslatot, amelyben az országgyűlési képviselők érdekeltségébe, vagy valamelyik párt érdekeltségébe tartozó ügyvédi irodák és az ügyvédi és ügyvédek a közpénzek felhasználásában így ne vehessenek részt. Mintegy zárják ki magukat ebből. És hogyha ez így lenne, akkor nem érhetné az a vád őket, hogy ne talán ezeket a közpénzeket a saját maguknak szeretnék felhasználni. És ezzel így valóban kivédenék azokat a gyanúsítgatásokat, amit az előttem felszólalók megfogalmaztak. Úgyhogy ha gondolják, nyújtsanak be egy ilyen módosítójavaslatot, a saját módosítójavaslataikat úgyis mindig el szokták fogadni, és akkor mi nem nyújtunk be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak 2 perces hozzászólása Lázár János képviselő úrnak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés. Elsősorban egykori ügyvédjelölti múltam mondatja azt, hogy a leghatározottabban szeretném visszautasítani a magyar ügyvédtársadalom nevében azt a fajta rágalmazó és gyanúsító beszédsorozatot, amit önök itt elkövetnek az elmúlt fél órában. Azok nevében is, akikre az adófizető állampolgárok a vagyonukat bízzák önkormányzati vagy állami gazdasági társaságok formájában. Én szeretném fölhívni arra a becses figyelmüket, és jobban járatos kollégáim ezt azt gondolom elfelejtették, hogy akik egy szerződést aláírnak, azok a szerződés tartalmáért felelősséggel tartoznak. És ez a legfontosabb elv. És ez közbeszerzési eljárás esetén is így van, és közbeszerzési eljáráson kívül is így van. Erre nyomatékkal szeretném fölhívni a figyelmüket. Amit Kis Sándor képviselőtársam mondott, azt én nagyon helyes dolognak tartom. Tegyen az ellenzék javaslatot arra, hogy ez a módosítás hogyan teszi ellenőrizhetőbbé az ügyvédi tevékenység végrehajtását, a szerződéses kötelezettségek teljesítését. Mi semmitől sem zárkózunk el. Szeretném felhívni a figyelmüket. Sem az állami vagyon üzemeltetése, működtetése, sem az önkormányzati vagyon kezelése, vagy bármilyen más ügyvédi megbízás esetén. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Ne áltassa senki magát azzal, hogy amióta a közbeszerzési törvény van Magyarországon, azóta nincs korrupció. Hát ne vicceljünk ezzel. Közbeszerzési törvény volt az elmúlt 8 évben, 42 ügyben folyik eljárás, volt szocialista koriferusok ellen, és tucat szám vannak, lassan többen, mint az önkormányzatokban és a parlamentben, tucat szám ülnek a szocialista politikusok előzetesben. Közbeszerzési törvény hatája alatt történt mindez. Szeretném fölhívni a figyelmüket. Másrésztről ragaszkodnék ahhoz, hogy igenis az ügyvéd kiválasztás az egy bizalmi kérdés. Egy polgármester számára is bizalmi kérdés, hogy kire bízza a város ügyének a képviseletét, és egy állami cég esetében is egy bizalmi kérdés. Közbeszerzés ide vagy oda, polgármester kollégáim jól teszik, hogyha a város ügyeit olyan ügyvédre bízzák, akiben megbíznak, aki felé fönnáll a képviselőtestület és a polgármester bizalma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Sejrin Gábor képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra az LMP képviselőcsoportból. Elnézését kérem. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim. Rövid leszek, mert ellenzéki képviselőtársaim a kritikákat nagyon jól összefoglalták, különös tekintettel arra, ami a magánpénzek és a közpénzek eltérő mi voltára hívja fel a figyelmet. Én csak egy apró részlettel szeretném gazdagítani a vitát. Még a tavaszi ciklusban ugyanis volt már egy módosító javaslat, amit kormánypárti képviselőtársaim nyújtottak be. Ennek 4 pontja volt. ABC pontjuk azok rendezvényszervezői, sport és talán turisztikai szolgáltatásokat kívántak kivonni a közbeszerzés hatája alól.
és hát lásd csodát, negyedikként ott voltak a jogi szolgáltatások is, csak hogy az indoklásban erről elfelejtettek szót szólni. Úgyhogy azt gondolom, hogyha önöknek az lenne a szándéka, hogy az átláthatóságot fokozzák, akkor legalább ott vehették volna a fáradtságot, hogy az indoklásban megemlítsék ezt. Én azt gondolom, hogy így sajnos okkal merül fel a gyanú, hogy valamit elkívántak rejteni, valamiről el szerették volna terelni a figyelmet, és hát nem is véletlen talán az, hogy ez akkor lekerült a napirendről, és most, hogy túl vagyunk a választásokon, most állnak ezzel a törvény módosító javaslattal újra elő. Úgyhogy én nagyon kérem önöket, hogy vegyék komolyan ezeket a kritikákat, amiket ellenzéki képviselőtársai megfogalmaztak, és vegyék komolyan azt, hogy önök azzal nyertek választást, hogy visszakívánják állítani a közhatalomba vetett bizalmat, visszakívánják állítani az állami gazdálkodás a felelős állami gazdálkodást és az átláthatóságot. Ez a lépés, mint számos sok más lépés, amit sajnos megtettek, nem abba az irányba mutat. Köszönöm szépen azt mondom. Köszönöm szépen, képviselő úr. Még egyszer megkövetem a nyelvbotlásomért. Papcsák Ferenc képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra a Fidesz képviselőcsoportból. Köszönöm szépen, elnök úr. Kis Sándor képviselőtársamnak szeretném csak címezni az első gondolatomat. Az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó normák rendkívül szigorúan szabályozzák abban az esetben, ha jogi képviselők vagy ügyvéd minőségben vannak, hogyan és miként vállalhatnak megbízást. Nem vállalhatnak állami társaság, önkormányzati társaságnak sem tisztségét, sem megbízását. Tehát ez a kérdés a jelenlegi magyar szabályozás szerint teljesen tiszta és világos. Gaudi képviselő társamnak szeretném címezni, hogy az elszámoltatás jól áll, valóban nagy terjedelmű okirati anyagot kell áttekinteni, csak jelezném, hogy a LEADER programnak az áttekintése az 42.000 oldalt tesz ki, és azokkal a volt vidékfejlesztési minisztérium béli belső ellenőrökkel vizsgáltatni, akiknek egyik mint dolga lett volna feltárni a hiányosságokat, hát hogyan fogalmazzak, egy kicsit aggályos. Egyébként pedig ugye számtalan ügyben van folyamatban büntető eljárás. Amikor ön azt mondta, hogy tettünk vagy nem tettünk, én nem teszek, mert hiszen, ha jogilag értékeli a helyzetet, én nem is tehetek, hiszen a sértetti pozícióban a minisztérium, és rajta keresztül az állam van, és nem a kormány biztos, aki feltárja a hiányosságokat. Egyébként pedig arra biztatom önt, illetőleg az LMP frakcióját is, hogy a képviselői minőségüket használhatják, tehát nyugodtan elszámoltathatnak, bármikor bármilyen okiratba betekinthetnek, bármikor bármely minisztériumtól tájékoztatást kérhetnek egyedi ügyben, akár összességében, akár egyenként is. Illetőleg a védői minőségről majd egy kicsit később. Képzeljék el, hogy a jogi személy felelőssége tekintetében közbeszerzést kellene kiírni egy büntető ügy esetében. Elég sajátosnak tartom. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Siffer András képviselő úr következik 2 perces felszólalásra az LMP képviselőcsoportjából. Így van. Köszönöm. Megelőlegezték. Szóval eléggé sajátos volt ez a logikai okfejtés Lázár képviselőtársamtól. Tehát most, ha jól értettem, arról van szó, hogy van egy jogi környezet, vagy volt az elmúlt 8-10 évben egy jogi környezet, amely jogi környezetben számtalan korrupciós vagy korrupciógyanús ügy volt. Magyarul, ha jól értem Lázár képviselőtársamat, ez a jogi környezet, beleértve a hatályos közbeszerzési törvényt, meg a korábban hatályos volt közbeszerzési törvényt, alkalmatlan volt arra, hogy megakadályozza ezt a tömérdek korrupciót, amit összehordott a szél, ki tudja kicsoda, az elmúlt 8-10 évben. Ergo, ebből az következik, hogy ezek a szabályok rosszak, nosz, ha neki helyezzük hatályon kívül. Na, ezt hívják cinizmusnak. Az, hogy ezeknek a szabályoknak az ellenére el lehetett követni ilyen ügyeket, mint amiktől hemzseg a sajtó, és amiért a nevezett személyek már részben előzetes letartóztatásban vannak, az nem azt jelenti, hogy ezek az intézmények, mint például a közbeszerzési törvénynek ez a most támadott passzusa rossz, ez azt jelenti, hogy nem elégségesek az átláthatóságnak a jogi garanciái ma Magyarországon, tehát éppenséggel nem lebontani kéne ezeket, hanem megerősíteni. Önök ezzel ellentétes irányba indultak el. A másik, a bizalmi elvről. Ön természetesen a munkaügyi perében, vállóperében, cégügyében szabadon azt
hatalmaz meg, akit akar. Akkor is, hogyha az önkormányzatával pereskedik. Ha ön polgármesterként szerződést akar kötni, főleg ilyen kirívóan nagyértékű ügyletre szerződést kíván kötni egy ügyvédi irodával, igen, ahhoz, hogy a közbizalom fönnálljon egy városi önkormányzattal szemben, ön nem szabadon mérlegel. Ugyanakkor semmi nem zárja el, tehát a közbeszerzési törvény nem zárja el a kiírót attól, hogy különböző bizalmi elemeket, amikor a preferenciáit meghatározza, érvényesítsen. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Lázár János képviselő úrnak adom meg a szót, ugyancsak 2 percre. Igen, tisztelt képviselőtársaim, én szerintem az országgyűlésnek az életviszonyaihoz mindenféleképpen érdemes alkalmazkodnia, Schiffer képviselőtársam. A mai magyar valóságban azok az ügyvédi megbízások, amelyek ilyen értékhatárokat átlépnek, azok általában nagy volumenű gazdasági ügyekhez kapcsolódnak. Schiffer képviselőtársam, aki kiváló ügyvéd, pontosan tudja, hogy ezeknek a gazdasági megbízásoknak a döntő része az néhány nagy ügyvédi irodához vándorol, az esetek döntő többségében. Ráadásul, csak jobbikos képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, a Magyarországon gazdasági megbízást kapó, nagy ügyeket megkapó ügyvédi irodák szinte kivétel nélkül nemzetközi hálózatokhoz tartoznak, és nemzetközi ügyvédi irodák tulajdonában vannak. Tehát, hogyha valaki például piacvédő politikát hirdet, és a magyar ügyvédeket szeretné segíteni, akkor azt gondolom, hogy számukra mondjuk a közbeszerzési törvényt minimum könnyebbé kellene tenni. Mert ha a közbeszerzési törvényt írunk ki, akkor mondjuk vízmű vagyont, közmű vagyont visszaszerezni, vagy más önkormányzati vagyont visszaszerezni, úgy, hogy néhány nemzetközi ügyvédi irodának a piaci szerepét figyelmen kívül hagyjuk, ez majdnem lehetetlen. Másrészt szeretném felhívni arra a figyelmüket, hogy egy képviselőtestületben, vagy akár egy gazdasági társaságnál a felügyelőbizottság, a képviselőtestület maga felelősséget vállal egy ilyen volumenű szerződésért. Nem a polgármester maga dönt, és egyébként ha magam döntök, akkor is 10 000 ember szavazatával a hátam mögött döntök, akiknek viselem a sorsát, felelősségét, és akik a döntésjogosultságát rám bízták, illetve átadták. Másrészt pedig a képviselőtestület az, ami ilyen volumenű összegben döntést hoz. Önök most belekapaszkodnak abba, hogy ha nincs közbeszerzési törvény, akkor biztos, hogy korrupció van. Egyrészt, ha van közbeszerzési törvény, akkor is lehet korrupció. Az elmúlt 8 év ezt bebizonyítja. Másrészt szeretném felhívni a figyelmet, elképzelhetetlennek és életszerűtlennek tartom, hogy egy állami cégnél vagy egy önkormányzatnál ilyen súlyú gazdasági ügyekben, ahol a megbízás tárgya és értéke ekkora, bizalom hiányában bízzanak meg egy ügyvédi irodát, vagy válasszanak ki. Annak a közbeszerzésnek mi értelme van, amit egy ügyvédi irodára írunk ki? Mert önök ezt mondják, hogy írjunk ki közbeszerzést, és a föltételeknél olyan föltételeket szabjunk meg, akire egy valakire illik. Akkor mi a felének írjuk ki? Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Göndör István következik 2 perces hozzászólásra az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Amikor én gombot nyomtam, az Lázár frakcióvezető helyettes úrnak az előző hozzászólása volt, de örömmel vettem, hogy visszakozott a korrupciós megállapítására, mert én is azt állítom, és ezt egy szóval nem mondtuk, hogy a közbeszerzési törvény az aztán mindent megold. De sértőnek érzem, frakcióvezető helyettes úr, azt, hogy több mint egy évig folyt... Több mint egy évig folyt a gazdasági bizottságban a törvényjavaslat előkészítése, sokszor a kormánnyal szemben előkészített módosító javaslatok, és akkor igen, szerepelt az, hogy azért, ha lehet, legyen kisebb a korrupció lehetősége, ha lehet, akkor gyorsítsuk fel a folyamatot, ha lehet, akkor tegyük még inkább átláthatóvá, erre szolgált az elektronikus, amit most már harmadszor oldottunk fel azért, hogy ezt időben minél kiebb kerüljön, tehát az átláthatóság itt még mindig sérül, és én azt gondolom, képviselő úr, a bizalmi kérdés nem sérül. Az, hogy kiír egy pályázatot, én a könyvvizsgálóit a saját területemről hozom. A könyvvizsgálónál is ki lehet írni, hogy az önkormányzati államháztartási kérdésekben járatos könyvvizsgálója kell, hogy legyen. Aztán, hogy milyen referenciái vannak, szintén kiírható, és ezért vitatkozom mindazzal, aki azt állítja, hogy itt sérül a szabad választás. Nem sérül, hát dönt. Az ajánlat kérő...